Nekem a bajnaim. Annak volt gyakorlata, az egy ész. Legalább amikor visszajöttek, akkor elkezdett a Fidesz fosni. Azért jöttünk ma a Péter önökhöz, hogy elmondjuk, hogy 2014 nem egy akármilyen választás lesz, hanem egy sorsforduló lesz. Magyarország ma nem egy normális ország. Az elmúlt 10-12 évben tönkretette a rossz politika, a magyarokat egymással szembe fordítva a megosztottságból épített magának hatalmat, de még milyen erős hatalmat itt a végére. Hogyan kéne eldönteni, hogy ki legyen a közös ellenzéki miniszterelnök jelölt, és ön szerint kinek kell lennie? Erkölcsös legyen, valós legyen, igaz legyen, szóval egy ilyen miniszterelnököt képzelik el. Szépen megbeszélni. És ez akkor, amikor feladódik a kérdés, mert egyre korai szerintem. A pártoknak kell megegyezni. Ugye, hogy ki az, aki a legalkalmasabb erre a pozícióra. Most még ez biztos, hogy nem aktuális, egy évvel vagyunk a választások előtt. Gondolkodunk azon, hogy lehet kiválasztani a legalkalmasabb jelöltet. Felmerültek itt akár szakértők részéről is például egy előválasztás gondolata. Azonban ezzel kapcsolatban vannak kétségeim, mert nincs olyan helyzetben ma Magyarország sem gazdaságilag, sem pedig politikai értelemben, amikor az emberek ennyire meg vannak félemlítve. Én azt gondolom, hogy 2009-ben és 10-ben megmutattam azt, hogy én mit gondolok a jó kormányzásról. Hogy én mit gondolok jó kormányzásnak. Vannak, akik azt gondolják, hogy az nem volt jó, vannak ilyenek sokan, vannak, akik azt gondolják, hogy jó volt, és vannak, akik gondolkodnak azon, hogy mit is gondoljanak erről. Önök szerint kinek kéne adni között? Bajnaira. Az egyik 2014-es. Nekem a bajnaira. Annak volt gyakorlata, az egy ész. Legalább, amikor visszajöttek, akkor elkezdett a Fidesz fosni. Semmi esetre se a bajnainak. Olyan harmad gyenge volt, hogy csuda, és aztán mellette az a férfi, aki bohócnak jobban nézett ki, olyan panel beszédet mondott, hogy egyszerűen hihetetlen. 5 milliárd forintnál is többet ellopott, és akkor ő akarja mondani, hogy ez a kormány lop. Értem. És akkor önök szerint, tehát akkor kinek kéne lennie? Orbán Viktor. Bajnai úr, az van rá szerintem. Ő nincs annyira besározva, szerintem politikailag. Ő neki nem volt annyi ideje, hogy be tudjon sározódni. És mivel jobb, mint Mesterházi Attila mondjuk? Én nekem nagyon szimpatikus a Mesterházi Attila is, őt is nagyon becsülöm és tisztelem, de talán a közgazdasági felkészültsége jobb a Bajnainak. A Mesterházit nem annyira, mert szerintem nincs annyira otthon ebbe a dologba, de mivel ő már volt egy évig, ugye ezen a pozícióban, így őt jobban el tudunk képzelni. Igenis, meg lehet szabadítani Magyarországot a reménytelenség kormányától. De elegen leszünk 2014-ben, akkor Magyarország megint jó irányba mehet. Én azt gondolom, hogy jó lenne, ha lenne közös miniszterelnök jelölt, és jó lenne, ha olyan miniszterelnök közös miniszterelnök jelölt lenne, aki képes összefogni ezt a nagyon sokféle szavazót. Fontos, hogy majd olyan döntést hozzunk, ami nem egy vagy másik pár dominanciáját jelenti, hanem valami fajta összefogást, megegyezést ebben a kérdésben.